Az ügy óriási port kavart, akár csak az ítélet hirdetéskor elkövetett vérbosszú. A világ egyik legvitatottabb jogi és etikai ügyelet, amivel úgy gondoltam, hogy érdemes lenne foglalkozni, mivel alapvető és nagyon izgalmas kérdéseket feszeget. Mégpedig az, hogy ki meddig menne el azért, hogy megbosszulja valakin egy szerette halálát. Mi az a pont, amikor a társadalom ezt igazságosnak gondolja, avagy mikor lehet konszenzusosan kimondani, hogy valaki megérdemelte a halált, és vajon ezek az esetek felülírhatják a józanészt, vagy az írott törvényeket? Egy gyilkossá lett édesanyja esete sokakat el fog gondolkodtatni. Marian Bachmeier egyedül nevelte Annát, akit boldog, nyitott gondolkodású gyereknek tartottak. 1980. május 5-én nem akart iskolába menni, iskolás barátait szerette volna meglátogatni, és ezen össze is vitatkozott az anyjával. Ám velük már nem találkozhatott. Nem tudni, hogyan került a közelben lakó 35 éves Klaus Grabowski otthonába. Az viszont kiderült, hogy a férfi több órán át fogva tartotta, mielőtt egy harisnyával megfojtotta. Az ügyész szerint ezután a holttestet egy dobozban elásta a közeli csatorna partján. Már maga a gyilkosság ténye is óriási port kavart, és az egész országot megrázta. Grabowskit még aznap este letartóztatták, beismert mindent. 1981. március 6-án Grabowski tárgyalásának harmadik napján Marian Bachmeier elővette a táskájából egy Beretta pisztolyt, és 8-szor rálőtt a neki háttal álló vádlottra, aki azonnal meghalt. Miután hátba lőtte Grabowskit, Günther Kröger bíró hallotta, hogy a gyászoló anya azt mondja: meg akartam ölni. Remélem, hogy meghalt. A példátlan eset óriási média visszhangot váltott ki, és alaposan megosztotta a közvéleményt. Sokan megértették az indítékot, ennek ellenére elítélték a tettet. 28 napos tárgyalás után a bíróság szándékos emberölés miatt 6 év börtönre ítélte az anyát. Az Allensbach intézet felmérése szerint a németek több mint fele megfelelőnek, illetve túl szigorúnak gondolta a büntetést. 3 év múlva végül szabadon bocsátották. A szabadulása után az anya megházasodott és Nigériába költözött. Miután az 1990-es évek elején elvált a férjétől, átköltözött Szicíliába. Ott diagnosztizáltak nála végül hasnyálmirigy rákot. A Das Erste TV csatorna 1995. szeptember 21-én megjelent Flish című beszélgetés műsorában elismerte, hogy nem hirtelen felindulásból, hanem alapos megfontolás után lőtte le lánya állítólagos gyilkosát azért, hogy igazságot szolgáltasson és érvényt szerezzen a törvényeknek. Azt, hogy készült a leszámolásra, egy róla szóló dokumentumfilmben megerősített egyik barátja is, aki szemtanúja volt annak, hogy Bachmeier céltáblán gyakorolja a lövéseket saját pincéjében. Elhatározásában az is közrejátszhatott, hogy Nyugat-Németországban nem létezett halálbüntetés. Az ország a világon első között rögzítette alkotmányában a halálbüntetés eltörlését 1949-ben. Adódik a kérdés. Ha valaki brutális módon venné el tőlünk a szerettünket vagy a gyermekünket, feltétel nélkül megbíznák a törvényekben? Vagy éreznénk bármiféle igazságtalanságot egy enyhébb ítélet miatt? Önbíráskodásba kezdenénk? Vagy eljutnánk-e arra a tudatállapotra, hogy a saját kezünkbe vegyük az irányítást? Erről van egy elég elgondolkodtató film is egyébként, Gerard Butler főszereplésével, a törvénytisztelő állampolgár, ami nem csak érinti a témát, de hasonló morális kérdéseket feszeget. Mi van akkor, ha az állam és az igazságszolgáltatás egyszerűen magára hagyja az egyént? Ebben az esetben ki az, aki igazságot szolgáltat? Ki méri ki a méltó büntetést arra, aki emberéleteket oltott ki? Isten? Hisz épp ő hagyta, hogy megtörténjen. Nem akarok belegázolni mások vallási meggyőződésébe, mert rögtön jön majd a válasz, hogy Isten útja, hogy kifülkészhetetlenek, de érdemes mélyen elgondolkodnunk azon, hogyha az igazságszolgáltatást az égiekre bíznánk, gyakran kellene újra tárgyalásokat tartania ennek a bizonyos mennyei ítélőszéknek. Marian tette sokak szemében önbíráskodás, de ez nem egy új keletű dolog. Valójában a történelem folyamán számtalan nép és kultúra kisajátította magának. Mindig is voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy a törvény nem, vagy nem megfelelőképpen büntet. Számtalan olyan történelmi hőse is van a világnak, akik önbíráskodást testesítettek meg. Ennek mindig is megvolt a legitimitása, vagy ha úgy tetszik, a maga romantikája. Az igazságra, a tényleges igazságosságra szomjazó emberek számára nyújtottak vigaszt ott, ahová a törvény keze már nem ér el, vagy csak nem akart elérni. Ott volt ugyebár Robin Hood,
sobrióska, de valamilyen szinten ide köthető még a viszkis rabló is, akiről a magyar legendák úgy tartották, hogy a népet megkopasztó bankok megérdemlik, hogy valaki megleckészteti őket. A hozzájuk hasonló figurákkal mindig azonosulni tudunk egy kicsit. Ha a kezedbe adnék egy pisztolyt és előtted állna a feleséged, a lányod, a fiad vagy a szüleid gyilkosa és azt mondanám, hogy húzd meg a ravaszt és szabadon elmezte meg tennéd? Szemelnyi kétségem sincs a felől, hogy rengetegen elsütnék azt a bizonyos ravaszt. Amikor a jog és az igazság szolgáltatás csődöt mond, amikor a gyilkos csuklóján nem kattan a bilincs, amikor ezeknek a gazembereknek maga az ördög az ügyvédje, és mindent megúsznak, vagy rájuk, mert büntetés fájóan kevés, akkor ezek az önbíráskodó figurák emlékeztetnek arra, hogy van, amikor akárhogy csűrik csavarják a törvénykönyvet, akárhogy fondorlatoskodnak, a harag lyukat üt az erkölcs lapjain, átégeti a tárgyalóterem falait, és utoléri a bűnöst. Bármi áron, ha kell. Ezek az emberek ugyanis megteszik helyettünk azt, amit mi is megtennénk, csak nem merünk. Áldozatot hoznak a saját életükkel, és egy kicsit megnyugtatnak minket. Időnként a legigazságtalanabb ítéleteket is jóvá lehet tenni. Így vagy úgy. De vajon ez a jó megoldás? Elmondom, hogy miért nem vagyok amellett, hogy magunk szolgáltassunk igazságot bármilyen módon. Elég, ha csak egy kicsit belegondoltok. Marianne Bachmeier bár elég tételt érezhetett, amikor meghúzta a ravaszt, de egy egész életet le kellett élnie onnan nélkül, azzal a kínzó tudattal, hogy mit csinálhatott volna másképp, tehetette volna valamit, hogy megelőzze a tragédiát. Az idő férgei pedig évtizedeken át rágták, őrölhették a lelkét. Neki ezt a terhet végig kellett cipelnie a sírig. Szemben Klaus Grabowskival, akinek feltehetően megváltás volt az a golyó, egy feloldozás. Vagyis az én végkövetkeztetésem az, hogy nincs olyan ítélet, ami egyensúlyt vagy békét hozhatna. A gyilkossá lett anyára visszatérve. Haláláig nem szűnt a felé irányuló média figyelem. Már csak azért sem, mert felkérte az NDR német közszolgálati médium egyik riporterét, hogy filmezze le utolsó heteit. 1996. szeptember 17-én 46 éves korában hunyt el. Lánya Anna mellett temették el. És ha valóban létezik valami odát, akkor talán már örökre együtt vannak. És most kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Írjátok meg kommentben, hogy ti mit tettetek volna az anya helyében.